Üdvözöljük a kedves hallgatókat! Ez a Farkasverem, a hírefem történelem órája, 20. századi történelemmel foglalkozunk. Borzalmas és megalázó események sora kötődik a magyar munkaszolgálat történetéhez. Erről fogunk beszélgetni Veszprém László Bernát történészel, a Korvinak főszerkesztőjével. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen. a meghívást! És Máté a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettesével. Szervusz, üdvözlöm a szervusz hallgatókat. Farkasverem a Nemzeti Emlékezet Bizottságának szakmai támogatásával jön létre hétről hétre. Kikötözések, kínzások, aknaszedések, fenyítések, aki olvasott Radnótit, az pontosan tudja, hogy, hogy mik történtek a munkaszolgálatosokkal, vagy tudhatja, hogyha akarja tudni. Mi késztetett téged, mi késztette önt arra, hogy éppen a keretlegények történetével kezdjen el foglalkozni? Hiszen a magyar holokauszt azért bővelkedik másfajta szörnyűségekben is. Ez egy nagyon jó kérdés, és uh, ha egy kicsit vissza kell menni a történet uh, geneziséhez, akkor a, a, odáig kellene elmennem, hogy amikor uh, az Amszterdami Egyetemen 2016-17-ben a tanulmányaimat végeztem uh, holokauszt és népírtás történelem szakon, ami egy történelem diplomának számít, de ugye erre a területre fókuszál, akkor nyilván igyekeztem feltérképezni a kérdés magyarországi szakirodalmát, és azzal kellett szembesülnöm, hogy vannak egyfajta ilyen, ilyen vakfoltok a magyar holokausz történetírásban, mert valóban még mondjuk vannak áttekintő munkák, például Rendolf Abraham nagy kétkötetes munkája, vagy vannak bizonyos részkérdések, amik jól fel vannak dolgozva, például a bori munkaszolgálatnak a története. Addig még mégis azzal kellett szembesülnöm, hogy bár nagyon sok munkaszolgálatos század volt, tehát rengetegen voltak, Munkaszolgálatosok a második világháborúban. Mégis van sok olyan fontos század, vagy olyan olyan fontos esemény, atrocitás, aminek a történetét nem sikerült jól feldolgozni. Esetleg egy-két cikk tanulmány elérhető, de néha még ennyi sem. Ilyen legendák keringenek, korabeli újságcikkekre hivatkoznak, és ahogy próbáltam feltérképezni ezt a történetet, egyrészt azzal szembesültem, hogy igazából nem tudjuk, hogy mi az, hogy keretlegény, tehát használjuk ezt a szót, egyfajta szitokszóként dobálóznak vele. Nagyon érdekes egyébként megnézni, hogy milyen kontextusban használják. Tehát később ugye 56-ban használták a forradalmárokra a kommunisták, vagy a, vagy a, kommunistákra a forradalmárok. Aztán nagyon érdekes, hogy ezt már nem írtam bele a könyvbe, mert nagyon aktuális, tehát ugye például 2006-ban is mind a két oldalról dobálóztak ezzel a szóval, hogy a rendőrök a keretlegények, vagy a tehát a keretlegények. Tehát, hogy használjuk egy ilyen általános szitok szóként, de valójában nem tudjuk, hogy mi az, hogy keretlegény. Tehát, egy először is a fogalmat kellett tisztázni, és utána pedig azzal szembesültem, hogy ahogy keresem ezeknek a történeteknek a forrását, ezeknek a legendáknak a forrását, mint hogy mondjuk mi történt Pecsauer Attilával, vagy hogy um, hogyan zajlott ez a munkaszolgálat, akkor az esetek egy igen jelentős részében végső soron a népbíróságokra, ezekre a perekre, tárgyalásokra, az ittett vallomásokra lehet visszavezetni a történetet. Tehát Azonosítottam, hogy nagyon sok ilyen legenda, sztori, ami vagy igaz, vagy nem, vagy csak részben igaz, ezek a népbíróságokról indultak el, tehát el kellett menni a levéltárba, vagy a fővárosi, vagy a vidéki levéltárakba, és meg kellett keresni ezeket a pereket, nyomozati anyagokat, végig kellett olvasni ezt az összeségem egyébként több mint 20 ezer oldalnyi peranyagot, amit ebben a, ehhez a könyvhöz feldolgoztam és igyekeztem a végére járni, hogy mi az, ami bizonyítható, mi az, ami megismerhető igazság ebben a történetben. Mert hát azzal is szembesül a történész, hogy néha egyszerűen nem lehet tudni, hogy valójában mi történt. Az elején elfejtettem mondani, hogy egy júniusban megjelenő könyv kapcsán beszélgetünk. Piszkos munka, munkaszolgált is a keretlegények történetei, ez lesz a megjelenő könyvnek a címe, Veszprém László Bernát írtam. Máté Áronhoz fordulok, hogy miért ez a homály? Tehát miért nem Foglalkozt. Miért nem dolgozták fel alaposabban ezt a keretlegényeknek a, a sztoriát? Na most uh, én, én egy kicsit úgy érzem magam itt a stúdióban, ugye a, a, az atlanti világban van a politikatudományokkal uh, foglalkozó ember, van maga a politikus, uh, és van egy olyan szerep is, hogy a politikai kommentátor. És egy kicsit most ő, szégyen szemre be kell allanom, hogy a, a történelmi kommentátor szerepében érzem magam. Belehelyezed magam. Belehelyezem magam, mivel a, a munkaszolgálat, hát nyilván az ember összefut vele, hogyha a 20. századdal foglalkozik, tehát ez, ez azért szembe jön, de, de soha nem volt a stúdiumaimnak a, a, a tárgya. Most a Laci könyve kapcsán nem sokára megjelenő könyve kapcsán néhány tényt szeretnék rögzíteni. Az egyik, hogy amit biztosan tudunk, hogy a munkaszolgálat nem volt jó. Tehát, amikor a keretvegény, mint kifejezés folklorizálódik. Ugye van néhány ilyen rossz érzésű csendőrpofon, csendőrpertú, ávós. Ugye ez, ez ávós tempó, ávós módszer, mert az ávós. Most a keretvegény is ilyen. Tehát azt kell mondanunk, hogy, hogy annak ellenére, hogy, hogy emögött, és ezt majd mindjárt talán a, a Laci is bővebben kifejti, vagy hát én is erre azért kell, hogy utaljak, hogy emögött van az a fajta nébbírósági történetépítés, nem azt mondom, hogy mítoszépítés, mert azért itt volt alapja a történeteknek vastagon, de, de egy, 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 egy egy narratíva építés, ennek ellenére az, hogy a keretvegény folklorizálódik, az azt jelzi, hogy hogy azért ennek úgy, szóval ez nem volt alaptalan, amit ebben az esetben a kommunista befolyás alatt levő népbíróságok csináltak. Persze az ördög a részletekben rejlik, és erről is sokat olvashatnak majd a kedves hallgatók a hamarosan megjelenő könyvben. Most amit szerintem még nagyon fontos tisztázni, hogy... A zsidó munkaszolgálatos. Tehát ez ez így a jelzős szerkezet. És, és ez egy tévedés olyan szempontból, hogy többfajta munkaszolgálat is volt. Mm. Volt gyakorlatilag három fajta, az egyik az úgynevezett politikailag megbízhatatlanok munkaszolgálatos egységei, voltak a zsidó munkaszolgálatosok. Megjegyzem, itt nem csak zsidó, tehát a zsidó származású, Nak kell megneveznünk azokat, akik ebben hát ezekben az alakulatokban besoroztak, de voltak köztük zsidó vallásúak, és keresztény vallásúak is. Az előbbiek sárga, az utóbbiak fehér karszalagot viseltek egy bizonyos rendelkezés után. És akkor van a harmadik, a nemzetiségi munkaszolgálat, Egyébként megjegyzem, hogy ezen kívül... Az a vallási nem... alapon is például a katonai szolgálat megtalálódó. Az, az a politikaiba a... ment. Az uh -huh. a politikaiba ment. Na most ezen kívül is volt a Magyar Honvédségnek kifejezetten ilyen építő század. Tehát amely nem arra szolgált, hogy fegyveresen arcoljon, hanem mit tudom én, vasútépítés, tehát ilyenekkel foglalkoztak. És ezen kívül ugye az 1950-es években újra bevezették a munkaszolgálatot, szintén a politikai meg megbízhatatlanok részére. Most az utolsó dolog, amit meg szeretnék jegyezni, hogy Laci könyvei, eddig megjelent könyvei közül nem ez lesz az első, és én azt gondolom, hogy nem is az utolsó, ahogy ismerem a Lacit, ahol a népbírósági per, Istünk eppen maga a vizsgálattárgya. Tehát, mit fogadhatunk el a népbírósági aktákból? Mi az, ami, ami ütközik az iratokban? Mi az, ami nyilvánvalóan koholmány? Mi az igazság igazságmag az egész ö, ö, történet mögött? Mi az, ami kideríthető? Nagyon sokszor ír a vándormotívumokról. Ezek azonban nem ilyen folklorisztikus vándormotívumok, részben ezek inkább a bírósági folklór részei, ahol gyakorlatilag az eljáró ügyészek, ávósok, bírák adogatják egymás között ezeket. Tehát összefoglalva azt mondhatjuk, hogy egy olyan könyv fog hamarosan kijönni a munkaszolgálatról, amelyben nem csak magukról a munkaszolgálatosokra, nem is csak magukról a keretvegényekről, ugye elsősorban őket célozta meg a Laci, hanem az eljárásokról, a népbírósági eljárásokról is bőven olvashatunk. Kik voltak ezek a keresztények? Közben itt végig motoszkált bennem ez a kérdés, hogy, hogy azt próbáltam meghatározni az áron, hogy kik voltak a munkaszolgálatosok, de az, hogy kikből állt, hogy lehetett valakiből keretlegény, az, az mi alapján dőlt el? Tehát, hogy tisztázzuk ezt a fogalmat, ugye a keretlegény, ez voltak éppen egy, egy szitok szó, ugye ez a korabeli Igen. forrásokban így nem jelenik meg. A a keretlegénység kifejezés azzal éltek, de ugye itt a, a, legénység az a legénységi állományú, tehát ugye a rendfokozat nélküli honvédre utal, és nem a legény, mint fiú kifejezésre utal. Én azt hiszem, hogy ez a keretlegény, ez valami olyasmi lehet, mint a pogrom lovag, ugye ez is egy ilyen kifejezés volt, ami elterjedt. Tehát itt, itt alapvetően egy keret Legénységről beszélünk. Egy munkaszolgálatos században általában 214 fő munkaszolgálatos volt, és általában 40 főnyi keretlegénység, plusz ugye a század parancsnok és a század parancsnok helyettes. Ugye a század parancsnok és helyettes általában tartalékos tisztek voltak, és a keretlegénység általában sorozott rendfokozat nélküli honvédekből vagy tisztesekből, Állt. Tehát arra próbálok kiukadni, hogy amikor keretlegényekről, idézőjelben használom végig a könyvben, amikor keretlegényekről beszélünk, akkor nem valami fajta ilyen lezüllött, lumpen, pártszolgálatos bűnözőkről beszélünk, akik valahogy önként felcsaptak, és, és szabad idejükben munkaszolgálatosokat gyilkolnak, hanem ezek sorozat honvédek, akik azt a feladatot kapták, hogy ezekre a századokra vigyázzanak. Rájuk is természetesen érvényes volt, mint minden honvédre a szolgálati szabályzat, abba bele volt írva, hogy mikor használhatnak fegyvert, mikor milyen módon lehet kihágókat, szökni akarókat, stb. büntetni, hogyan lehet bánni például a hadifoglyokkal, ugye egy ponton túl jön egy ilyen utasítás, hogy a munkaszolgálatosokkal úgy kell bánni, mint egy hadifogójal. Tehát van egy, van egy világos lefektetett szabályrendszer annak, hogy hogyan viselkedhetnek. Ami nagyon érdekes, hogy a nébíróságok ugye nem a katonai büntető törvénykönyv alapján jártak el ezekkel a honvédekkel szemben, hanem a nébírósági törvény alapján. Tehát jelentős részben ugye olyan tevékenységeket vizsgáltak, ami pusztán a katonai büntető alapján is megítélhető lett volna, viszont ők a nébírósági törvény alapján ítélték meg. Még itt is Sokszor azt nézték, hogy a, korá a akkoriban érvényes szabályokon túlmenően teljesítették-e a feladatukat, de hát mégis ugye ezt, ezt az egészet egy olyan keretrendszerbe helyezték, ahol egy olyan feladatkör, amit ezek a keretlegények korábban elláttak, ami a törvényi kötelességük volt, hogy ezt megcsinálják, az már a következő rendszer szemében egy háborús vagy népellenes bűncselekménynek számított. Ö, amit, amit szerintem még nagyon fontos, hogyha itt a háborús bűncselekmény fogalmát említette a Laci, akkor nyugodtan mondjuk azt, hogy, hogy itt az emberiesség elleni bűnökről, hanem is konkretizálhatóan bűncselekményekről, mert hát ez ugye egy mára teljesen kifejlett kategória, ez a jogi fogalom, de erről is szó van, és ennek kapcsán szögezzük le, hogy a Magyarországi második világháborús munkaszolgálatból a zsidó munkaszolgálat az a magyar zsidóság tragédiája, a vészkorszak, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyarországi holokauszt része. A Laci könyvében ezzel is foglalkozik. Rákosi Mátyás vezette be a mozgó vesztőhely fogalmát, tehát hogy itt tulajdonképpen azért terelgették ezeket a Szerencsétlen ö, ö, foglyokat, hát nyugodtan mondhatjuk foglyokat, hiszen az előbb említette Aci, hogy fogolyként kellett velük bánni, hadifogolyként, hogy útközben valahogy ö, ö, kivégezzék, megszabaduljanak tőlük, halára verjék, halára éheztessék, a halába szekálják őket. Most ez viszont így nem igaz. Tehát annak ellenére, hogy a magyar zsidók munkaszolgálata a vészkorszak, egyik fejezetét képezi, azt, azt nem mondhatjuk ki, hogy az egészet azért csinálták, hogy ott, ott különösen szadista módon öljek, öljék meg, úgy általában a magyar zsidókat. És egy pillanat. És azt is hozzá kell tenni, hogy abszurd módon nagyon sok olyan magyar zsidó volt, aki éppen a 80 évvel ezelőtt meginduló deportálások idején tulajdonképpen annak köszönhette a túlélését, hogy behívták munkaszolgálatra, és így nem vitték el egyenesen Auschwitzba, a gázkamrákba. Tehát itt ez egy összetett jelenség, ami egyértelműen negatív, tehát eleve egy megalázó szituáció az egész, hogy te nem foghatsz fegyvert, nem viselhetsz nemzeti színű sapkarózsát, mert, mert méltatva vagy rá, ugye ezt expressis verbis is ott bántanak, piszkálnak, éheztetnek. Másfelől meg, másfelől meg vehet. Ha, ha más... másik út a gázkamrába vezetett igen, volna. szóval ez egy, ez egy, nagyon nehéz ügy. Mindennel egyetértek, ami elhangzott. Én, én azt gondolom, hogy fontos hozzátenni, hogy Határozottan én is úgy gondolom, hogy a Holocaust része a munkaszolgálat, tehát az, erről azért volt vita, van vita. Én azt gondolom, hogy hogy egyértelműen még akkor is a Holocaust része ez az egész élmény, a megaláztatás, az atrocitások, amik történnek, hogyha közben azt is látni kell, hogy a munkaszolgálat eredeti intenciója nem a zsidó nép, vagy annak egy részének az elpusztítása volt. Tehát, hogyha visszamegyünk a, a történet gyökeréhez, ugye ez 1938. májusában kerül, ugye először elő ez a gondolat, ugye a, a, az eredeti gondolat egy olyan, olyan külföldi eldára épült, ami egyébként nyugat-európában is jelen volt a gazdasági válság hatására civilek hogyan tudnak részt venni olyan építő jellegű munkában, le, kat, tehát olyan értelemben, ugye, katonai körülmények között, hogy nem kapnak, vagy nem olyan fizetést kapnak, mint a piaci körülmények között, hogyan tudnak olyan infrastruktúrális beruházásokban dolgozni, autópályát építeni, stb., ami aztán a nemzetgazdaságnak vagy az országnak jó. Ugye a munkaszolgálatra ebben az időszakban még önként lehetett jelentkezni, például egyetemisták, nem zsidók, egyetemisták is jelentkeztek rá. Később aztán a zsidó törvények hatására, ugye, kimondják, hogy a katona korú férfiak fegyvertelen munkás alakulatokban kell, hogy ezt a szolgálatukat letöltsék, és akkor így jutunk el ez az ez a, ekkor már diszkriminatív intézkedéshez. Abban lehet-e valamilyen mintázatot felfedezni, hogy időben, ahogy haladunk előre 44 vagy 45 az orosz benyomulás felé, illetve területileg, ahogy kelet felé haladunk a mai Magyarország területéről, mondjuk Ukrajna felé, volt-e ezeknek a keretlegényeknek hát valamiféle változása a viselkedésében? Meg lehet -e azt állapítani, hogy másképp bántak mondjuk a mai Magyarország területén a, ezekkel a zsidó dolgozókkal, másképp bántak Ukrajnában, ezekkel a zsidókkal, vagy ahogy, ahogy haladunk 45 felé? Ez egy nagyon jó kérdés, és én is foglalkoztam ezzel a könyvben. Érdemes hozzátenni, hogy én ebben a könyvben, ugye összességében ennél több pert néztem meg, de csináltam ugye egy nagy táblázatot is, ami remélhetőleg ezzel párhuzamosan majd meg fog jelenni a múlt és jövő folyóiratban. Ugye a folyóirat már befogadta ezt a, ezt a tanulmányt, ahol 400 keretlegénynek, illetve századparancsnoknak vagy helyettesnek a népírósági perét néztem meg, rögzítettem az alapvető adatokat, tehát azt is, hogy hol született, mi volt a polgári foglalkozása, mivel vádolták, mi lett a, az ítélet, melyik népíróság ítélt el, és ezek, ezeket is megpróbáltam számszerűsíteni. Ugye nagyon érdekes látni, hogy a pereknek a döntő többsége, ugye már a más világháborúba való belépésünk, vagy Magyarország belépése utáni eseményeket, és igen jelentős részben ugye Magyarország határain kívül történt eseményeket vizsgáltak. Nagyon kevés volt az olyan per, ami vagy a hátországi eseményeket vizsgálta, vagy pedig ugye még a világháborúba való belépés előtti eseményeket. Tehát ez arra enged következtetni, hogy azért a hátországban, a béke időben más volt Én a munkaszolgálat, és aztán a nyilvánvalóan itt ez a, ez a brutalizációs jelenség, amit a szakirodalom már évek óta brut, háborús brutalizáció Nevez, tehát hogy itt a szenvedés-pusztulás hatására elérzéktelenednek, úgymond ez a katonák. Tehát ennek is lehetett köze azokhoz az atrocitásokhoz, amiket egyes keretlegények elkövettek, mm -hmm. <coughs> elkövettek bizonyos századokban. Ugye több magyarázat kísérlettel is próbálok élni, hogy, hogy miért is történhetett meg az erőszak. Egyik mellett sem teszem le egyértelműen a voksomat, tehát ezek mind magyarázat kísérletek. Tehát az egyik magyarázat az lehet, hogy kint a mínusz 30 fokos orosz télben, a folyamatos háborús körülményekben a pusztulás halál láttára, hatására elvesztik bizonyos értelemben itt az, itt az emberi érzéseiket, mi voltukat, egyes keretlegények, és, és olyan, olyan módon viselkednek, ahogy egyébként más kontakt. Kontextusban lehet, hogy nem viselkednének. Mindenképpen alátámasztja ezt az elméletet, vagy legalábbis az én fejemben az, hogy hát 42-ben az akkori honvédelmi miniszter tesz egy látogatást is a Donkanyar felé, és ő, ő akkor ott megfigyeli, hogy, hogy kegyetlenkednek a, a munkaszolgálatosokkal, is, hoznak valamiféle rendelkezést is hogy nem szabad az embertelen bánásmódot megtiltják, de aztán többé-kevésbé, inkább kevésbé hajtják végre a, a katonák. Tehát újra és újra fölmerül azért a kérdés, mert mind a kettőtökhöz szól, hogy tehát hogyan lettek ezekből a besorozott katonákból, akik civilben, súszterként, mezőgazdasági munkásként dolgoztak, hogy hogyan lettek belőlük olyan emberek, akik hát mondjuk ilyen szadista cselekményeket hajthatnak végre. Ez egy nagyon izgalmas része a könyvnek. Laci többfajta megközelítést alkalmaz. Én szeretném egy kicsit itt kibővíteni a horizontot. Az én első válaszom az az, ami George Orwell 1984 című regényében olvasható, mi szerint a totalitárius állam jelképe a csizma, ami egy emberi arcon tapos. Nagyon sokszor elfelejtjük, ugye itt vissza lehet menni Dostoyevskyig, az Ördögökig, okay. um, Nietzscheig, Marx, gyűlölet Kultuszáig, tehát nagyon gyakran elfelejtjük, hogy az ember uh, egyik alapvető vágya, és ezt most nem jó vagy rossz értelemben mondom, csak hogy ez vétezik a hatalom. Tehát az, hogy egy másik embernek a sorsa fölött te rendelkezhess. Na most el tudjuk képzelni, a Laci könyvében, hamarosan megjelenő könyvében, ugye egyszerű földművesek, estek hat mit végzett, jó esetben zsellérek, ilyenek is felbukkannak. De, hát, de hát mondhatnám azt, hogy, hogy nagyobb részt ilyenek bukkannak fel a kerettagjai között. Korabeli Magyarország jelentős részét társadalmának egy, egy jelentős részét, nem többségét, csak egy jelentős részét, hát egy nagy csoportját ez a, ez a társaság képviselte. És most el tudjuk képzelni, hogy, hogy ő egész egy kiszolgáltatott helyzetben volt, vagy valamelyest kiszolgáltatott helyzetben, és most fordul a kocka. Városi népek, vagy kisvárosi népek, vagy esetleg a boltos fia fölött, ő most hatalmat nyer. Tehát azért ez, 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 egy olyan helyzet, ami, aminél meg azt mondanám, hogy még csak antiszemita propagandaság kell nagyon hozzá, hogy megvaduljon az illető, de az is volt. Tehát már előtte elmondták az illetőnek, hogy ők tehetnek mindenről, miatta vagy szegény. Most az egészet egy pillanatra még egy tágabb körbe szeretném helyezni. Az első világháború a nagy élménye az összes európai és részben az amerikai társadalomnak is, ami az egyenlőségről szól, a lövészárokban mindenki egyenlő. Persze néhányan mondjuk parancsot osztanak, de hát őt épp úgy beüti a gránát, épp úgy sáros, épp úgy vérzik. Kettő, a hadsereg az alapvetően egy fizikai szakma. Tehát persze, mindannyiunk előtt fölmerül, hogy a pocakos törzs tisztek. Igen, na de ez egy evenyésző része. És innen jön az, hogy, hogy valahogy a fizikai munka kultusza az, 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 az megjelenik. Egyszerűen ők erősebbek. Igen, tehát hogy a fizikai munka. Egyébként. Ez, 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 ez megjelenik, ez a kultusz, a New Deal-ben is, ott is vannak építőtáborok. A náciknál aztán különösen, tehát ott ott ez a birodalmi munkaszolgálat aztán nagyon megy. Na most aztán ugye az első kép, amit itt szeretnék felvázolni, Bécs 1938, felmosatják az utcakövet a zsidó lakossággal. Miért? Nem csak azért, hogy a zsidót most megalázzunk, ez kérem szépen az, hogy ő a, 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 kereskedő, a csaló, a boltos, az értelmiségi, tehát ezek a sztereotípiek, hát akkor most majd munkára fogjuk, igazi munkára. És ennek van egy kis marxista íze is, hogy az igazi munka tulajdonképpen, amit te magad a két kicsi kezeddel csinálsz. És innentől kezdve ez a munkaszolgálat, ez, ez így bejön, Korábban is volt már a történetben, hogy megbízhatatlanak ítélt lakosokat munkára hajtottak ki. Első világháborúban az orosz cári birodalomban ez már volt. De hát mondjuk például a Magyarországgal a szomszédos Romániában a délverdei magyarokat szintén munkaszolgálatra viszik el, még az borzalmas körülmények között. Tehát ez a munkaszolgálat, ez úgy Szerviában, benne volt. a Horvátországban is volt a, hasonló. Valami hasonló volt, és, és hát ne felejtsük el, hogy ott virít Auschwitz fölött a felirat, Arbeit macht frei. Megjegyzem, a Gulágon is volt hasonló, hogy a munka becsület dolga, vitesség dolga, hát miféle munka volt az. Tehát csak azt akarom mondani, hogy van egy ilyen egyenlőségkultusz, van egy fizikai munkakultusz, és ez jó dolga fizikai munka, csak itt ugye így abszolutizálják, és a szellemi rovására, terjesztik ki, és van egy ilyen faj, fai úszítás is. Ugye Áron említette itt, hogy az antiszemitizmus, de antiszemita propaganda hatása lehetett teszi meg. Tehát azért én bennem fölmerült egy kérdés, hogy az a hat osztályt végzett mezőgazdasági munkás zsellér, ami abban az időszakban, amikor nincs televízió, nem általános, hogy rádió legyen, tehát ő rá akkora nagy hatással lehetett az antiszemita propaganda? amellett, hogy nem szeretném vitatni, hogy persze nyilván a zsidó törvényeknek és az antiszemita közhangulatnak, propagandának, sajtónak is lehetett ilyen hatása, hogy kialakul a egyes keretlegényekben az a kép, hogy a zsidó nem ember, vagy nem úgy ember, mint te, és bármit meg lehet vele tenni. Azért én mégis azt mondanám, hogy itt egyéb okokat is érdemes fontolóra menni. Példának a kokáját, egy olyan keretlegényként, aki analfabéta volt, tehát hogy a vallomását ilyen kis keresztekkel írta alá, és bele is van írva ugye a, a tárgyalási jegyzőkönyvben, ugye, hogy nem tud írni De, és olvasni. Hogy hozzá hát igen, elhoz. tehát hogy kérdéses, hogy ha nem tudta elolvasni ezeket a cikkeket, akkor hogyan hatott volna rá. Ugye több ilyen keretlegényel is találkoztam, ezt fontos hozzátenni. Illetve hát azok, azokat az eseteket is érdemes megvizsgálni. Hát ugye ez egy, ez egy sorozott hadsereg, tehát sorozásra duzzasztott hadsereg. Tehát nem válogattak politikai nézetek, alapján. Tehát most kérdéses, hogy mondjuk egy olyan század parancsnoknál, aki apai ágon zsidó származású, most kérdéses, hogy őt lehet-e antiszemitának nevezni, hiszen ugye előkerül a könyvben Ligeti Ferencnek is a pere, akinek az édesapja nem más volt, mint a szobrász Ligeti Miklós, és őt is elítélték egyébként, ugye azt állították, hogy századparancsnokként parancsnokként kegyetlenkedett, töltött is ugye börtönbüntetést. Ezért egyébként egyértelműen koholt és, és, és igazságtalan perben, ahol nem is titkolta egyébként az ítélet, hogy antiszemita az ítélet olyan értelemben, ugye, súlyos vitó tényezőként vették figyelembe a zsidó származását, ami hát egészen hajmeresztő, de ez benne lehetett az ítélkezésben. Vagy az is egy kérdéses, hogy mennyire lehetett szempont az antiszemitizmus olyan keretlegényeknél, akiknek egyébként baloldali múltjuk volt, tehát mondjuk szakszervezetisek voltak, vagy szociáldemokrata pártagok voltak, vagy illegális kommunisták voltak. Hát ugye az egyik leghíresebb, hírhettebb ilyen perben hogy az oktogoni akasztás, még ugye Budapest-Ostroma alatt a rotis szívós per volt API voltaképpen nem is népbírósági eljárás, nem hanem néptörvényszéki eljárás volt, mert akkor még nem volt népbíróság. Hát ez, ez a legelső népbírósági per. Hát itt, ha megnézzük, ugye a szívós az ö, korábban ugye, szociáldemokrata volt, illetve illegális kommunista tevékenységért volt vele szemben eljárás. A rotyis pedig szakszervezet is volt. És ezzel nem hmm. azt akarom mondani, hogy ne lehettek volna antiszemiták, hanem csak azt mondom, hogy amikor később a kommunista ö, sajtóban, propagandában úgy jelenik ez meg, mint a nyilas Rotis, és a nyilas szívós ö, pere és is, Osztása, és annak ellenére, hogy ezek egyébként deklaráltan beismerték a tárgyaláson, hogy sorozati gyilkosok voltak. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez, ez mégiscsak egy torzítás, mert, mert nem voltak nyilasok, ők baloldali múltú sorozott keretlegények voltak akik bizonyos, hatá, bizonyos körülmények hatására, vagy bizonyos előítéletek hatására legyen ez antiszemitizmus, vagy ha a körülményeket nézzük, ugye fontos látni, hogy ebben az esetben ők például kirabolták ugye az áldozataikat, tehát például szörmét elvettek tőlük, ez azért a mínusz 30 fokban egy elég komoly indítatás lehetett. Tehát, hogy ők baloldali múltal rendelkező sorozati gyilkosok voltak, azt gondolom, hogy ez a, ez a, kriminalisztikai kifejezés, ez tökéletesen illik rájuk, hogy sorozatgyilkosok. Tehát itt egyéb, egyéb szempontokat is figyelembe kell venni. Vagy hogyha még egy példát még mondhatok, ugye nagyon érdekes például a Azoknak az esete, én ugye nem vagyok pszichológus, de hát ugye egy kiváló ö, pszichiáter szakértő segítette a, ezeknek az eseteknek a feldolgozásában. Tehát ott van például az a Kaucski György, századparancsnok, akiről, mint kiderült a források alapján, ezek a fotók egyébként meg is vannak, csak hát ilyen fotókat nem teszek bele a könyvbe. Ö, de hát ö, ugye meg is vannak levéltárban ezek a fotók, ő ugye lefényképezte az áldozatait, azokat a munkaszolgálatosokat, akiket ö, kivégeztetett a saját századából. És ott, ezek én egészen hajmeresztő fotók, ahol ott mosolyog a kamerába, ahol. Testek mellett. És uh, ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy felmerül az esetében az is, hogy esetleg neki ettől de nem akarom összekötni egyértelműen, csak egy érdekes adalék, hogy neki ugye homoszexuális irányultsága is lehetett. Tehát felmerül az a lehetőség, hogy az esetében egy, ahogy a megfelelő pszichológiai szakifejezést használom, ugye egy parafiliával társult pszichopatáról beszélünk, aki ugye a holtestekhez való vonzalmát összekötötte itt bizonyos, hát ugye gyilkolásra való hajlamával, tehát nem biztos, hogy csak a propagandáról van szó, ugye ismert, hogy egyébként a Kaucski egy szélső oldali meggyőződésű ember volt, de egyéb szempontok is előkerül ]hetnek, például bizonyos mentális szavarok, bizonyos, bizonyos, bizonyos tehát agyi sérülések, hát olyan keretlegénnyel is találkozunk, akinél ugye hát az orvosi iratokból kiderül, hogy élete egy bizonyos pontján egy ütés érte a fejét, és azóta ilyen kontrollálhatatlan dürohamai vannak, tehát itt De rengeteg... Agyi igen, igen, tehát hogy itt rengeteg különböző szempontot figyelembe kell venni, és, és nagyon alaposan kell megnézni ezeket a peranyagokat, tehát nem lehet megelégedni azzal, hogy az újságok szalak címeiből idézzük, hogy itt van a sorozatgyilkos, tömeggyilkos, meg kell nézni, hogy mi van pont konkrétan a peranyagban, mert néha már az orvosi véleményezésekből ilyen egészen megdöbbentő történetek derülnek ki. Ezt semmiképpen sem szeretném, hogyha egy nagy masszává összegyúrnánk ezeket a keretlegényeket. Itt mégiscsak ilyen emberekről voltak, egyedi döntésekről volt szó. Tehát ab óvó az elképzelhetetlen, vagy nem sikerült arra bizonyítékot találni, hogy, hogy az embermentő parancsnokok mintájára lehettek embermentő keretlegények is, akik mondjuk kiálltak egy adott helyzetben? Abszolút voltak ilyenek, tehát hogy uh, tudunk olyan századparancsnokokról, akik ugye elismerték őket a világigazainak, tudunk más esetekről is, akiket ugyan talán nem ismertek el a jadva de hát ennek ellenére egyértelmű mm. az anyagokból, hogy ö, ö, akár embereket mentettek, akár később, miután hazatértek, a deportálások elől embereket mentettek, ö, vagy az ellenállásban valamilyen fajta ö, részt vállaltak. Tehát ö, vannak ilyen nagyon érdekes összetett történetek. Ezek egyébként ugye nem mindig mentették meg a keretlegént a, a vádakkal szemben. Tehát vannak itt mm. nagyon összetett élettörténetek. Hát olyan, esetet is talál, olyan esettel is találkoztam, aki kegyetlenkedett a munkaszolgálatosokkal a fronton, aztán miután hazajött az ellenállásban vállalt részt, és mégis felakasztották, tehát ugye, nem, nem tekintettek rá egy olyan szintű felmentő körülményként, hogy, hogy, hogy ezért elkerülje a, a bitófát. Összességében én, én abszolút támogatnám ezt a, ezt a hozzáállást, hogy nem lehet őket egy masszaként kezelni, ezek egyedi esetek, amiket, hát, ahogy az angol mondja, hogy a case by case, esetről esetre kell megvizsgálni, és, és nem lehet lehet ilyen kollektív ítéleteket hozni. Ugye miután ennek az egész kötetnek a kiinduló pontja népbírósági ítéleteket, nem mehetünk el amellett, hogy megvizsgáljuk ezeknek a keretlegényeknek a sorsát a háború után, a bírósági eljárások után. És itt felhoznám a Magyar Népköztársaság elnöki tanácsának az elnöke, Dobi Istvánnak a történetét. Ugye ő nevezte ki annak idején Kádárt, a forradalmi munkásparaszt kormány élére, de hát ő maga a saját önéletrajza, alapján is hosszan ír arról, hogy ő is keretlegény volt. Tehát ők simán átzsilipeltek, aki megúszta bírósági népbírósági eljárást a kommunista rezsimbe. Hát ezek az átzsilipelésekkel azért vegyünk nagyon óvatosak. Szerintem ide tartozik a kisnyivasok kérdése is. Ezzel kapcsolatban mai napig különösen a tanú című film nyomán nagyon sok tévedés, vagy ilyen fél kering, ugye a tanúcímű filmben azt a kocsma jelenetnél mondja az egykori nyilas, hogy én csak kis nyilas voltam, azoknak megvet bocsátva. Tehát ö, ismerjük, ö, ö, azt hiszem Pünkösti Árpát tette először közzé a História című magazinban, az egykori Históriában azt a formanyomtatványt, amit a korábbi ö, nyilvasoknak ki kellett tölteni, ha be akartak lépni a kommunista a pár. pártba. Ismerjük ö, Szálasi Napójának azt a részét is, ahol a börtönnaplót, ahol elmondja, hogy a 45-ös választásokon szegény testvéreink, a, tehát hogy mit tudom földműves testvéreink a parasztpártra, a munkás testvéreink a szoctempártra, és szegény testvéreink a kommunista pártra szavaznak. Tehát, hogy ő így becsülj. Na most ugyanez van a, a keretvegényekkel, ugyanez van a horribile az egykori ö, tisztekkel, és így mehetünk tovább. Ö, hmm. Folyamőrség, csendőrség. Tehát egy ideig ö, ezekre szükség van. Ö, szükség van rájuk, de utána például a kisnyavasok ellen ö, egy, egy tisztogatás indul a pártban akkor, akkor ezek az emberek gyakorlatilag bármikor számíthatnak rá, hogy, hogy újra előveszik őket. De Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy átvépett, át, 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 át és akkor kész. Persze, volt ilyen is. Hallottam egy ilyen keretlegény történetet, nem tudom, lehet, hogy neked ismerős lesz, aki, aki a kegyetlenségéről volt híres. Halálra ítélték, kegyelmet kapott, azután 56-ban leigazolta neki az MSZ MSP, vagy MSM, 56 után, hogy nem vett részt forradalmi tevékenységben, majd békében élt a falujában, a katolikus temetőbe temették el, és a fejfájára az van ráírva, hogy a szeretet örök. Tehát aki végig békében le, a feleségével együtt nyugszik a helyi katolikus temetőben. Tehát mennyire volt jellemző az, hogy ők, ők, utána a kommunista rendszer részei lesznek. Itt rengeteg fajta élettörténetről lehet beszélni. Én összességében talán mégis azt látom, hogy aki vagy kikerült a börtönből, persze hozzá kell tenni, hogy sokszor még az után is őrizetbe vették az embereket, hogy lejárt a büntetésük. Azért ez is egy gyakori kommunista módszer volt, ugye, hogy az ember kijön a börtönből és. Lehet az mondani, hogy hány százalékukat állították népbíróság elé, közülük hányat ítéltek el, hány halálos ítélet született? Hát ugye most összességében én azt mondanám, hogyha megnézzük a, a teljes keretlegény számot, akik szolgáltak a második világháború alatt, és hogy ebből hány emberrel szemben emeltek vádat, hányat ítéltek el, ez az egészen a töredékük, ez talán az egy százalékot se érje el, tehát hogy ez valami egészen alacsony szám. Ez nem csak azt jelenti egyébként, hogy kevés bűnös találtak meg, hanem azt is, hogy kevés embert jelentettek fel, tehát hogy azért összességében és egészében ezek a számok, ezek nem a mozgóvesztőhelytézist igazolják. Azért is mondom ezt, mert persze volt néhány század, mint a már említett Kautschi gyönyördnek a század, vagy a Rotis szívós század, akikre hát valamilyen szinten mégis csak ráillik ez a kifejezés, tehát a kaucski századára nyilvánvalóan, hiszen alig maradt túlélője, és hát a áldozatok döntő többségét a saját keretlegényeig gyilkolták meg. De azért összességében és egészében nem mondanám azt a munkaszolgálatra, hogy minden egyes század egy, egy mozgó vesztőhely volt, és ez általánosságban egy mozgó vesztőhely. És a háború utáni sorsokról pedig alapvetően azt kell látni, hogy a legváltozatosabb történeteket lehet találni. Tehát volt olyan keretlegény, aki elment rendőrnek, 56-ban együtt bujkált Piszku Pélával a forradalom előtt, és aztán amikor később uh, vádak jönnek vele szemben, hogy bántotta a munkaszolgálatosokat, akkor egyenesen ugye a biszkó menti meg őt, ő áll ki mellette, találunk olyat, akik ugye pártagok, és akkor vagy megúszszák a számonkérést, vagy pedig annak ellenére, hogy pártagok mégiscsak csak kérik őket, találunk TSZ elnököt, találunk uh, uh, ilyen-olyan figurákat, és aztán persze vannak ilyen sztereotíp esetek is, amikor hát valóban a keretlegény uh, 56-ban a, 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 forradalom oldalán ö, a kommunisták ellen lép fel, az ilyen sztorikat imádták a kommunisták, ezeket így nagyon alaposan dokumentálták és összegyűjtötték, és aztán később ezeket lobogtatták annak a bizonyítására, hogy lám, lám a forradalom kompromittált, mert hát látszik, hogy a, ugye a, saját szavaik szerint ugye az ellen forradalmárok között ott vannak ezek a gyilkos keretlegények, imádtak találni néhány nyilast, ex nyilast vagy csendőrt a forradalmárok között, mert akkor ezekre rá lehetett sütni ezt a bélyeget, ö, hogy lám ilyenek ezek a forradalmárok. Dacára annak egyébként, hogy a saját soraikban is azért akadtak keretlegények, a Dobie egy kiváló példa mm -hmm. erre. Noha egyébként fontos hozzátenni, hogy mivel nem ismert a század száma, ugye ez nagyon fontos, hogy egy egyetlen helyen sem közdi a század számát, nehogy a történész utána nézzen a történeteinek, de hogy mivel nem ismert a század száma, ezért nem is, nem is tud, nem, nem sikerült ellenőriznem azt, hogy bármi ö, atrocitásban részt vett volna. Hát ö, nyilvánvalóan, amint ő ezt a szerepét megkapta, azonnal megírta a kommunista sajtó, hogy lámlám lám, ilyen az emberséges keretlegény. Ő volt a keretlegény, aki nagybetűvel az ember. Hmm. Ö, Dobi István mentségére annyit hadd mondjak el, tehát hmm. ö, most csak itt a munkaszolgálat keretvegénykedés kapcsán, hogy ö, én nem tudok, róla lehet, hogy a Laci tud, hogy az ő tevékenységére nézve előkerült-e bármelyik kerettag, vagy volt muszosnak a vallomása. Csak pozitív vallomás került elő, mondjuk hozzáteszem, hogy egy ilyen ügyben nem is hiszem, hogy nagyon elő, előkerítettek volna de... bármi volna. Igen, 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 persze, természetesen. Ugyanakkor hát az ilyen, az ilyen kérdéseknél, Hogyha, hogyha, sok ember van jelen, akkor egy-kettő mindig akad, aki, aki ott esetleg valamit föltár. Ettől függetlenül teljesen helytálló, amit a Laci mondott, tehát én ezen nem is szeretnék vitatkozni. Én szerintem még, még arról érdemes egy kicsit szót ejteni, hogy a munkaszolgálat veszteségeinek egy jelentős része a Donkanyarban következett be, a, az 1943. január-februári <coughs> nagy csatában. Most el tudjuk képzelni, hogy a az egyszerű magyar honvédek is, tehát ott feljegyzik, hogy, hogy számosan végegyengülésben halnak meg, mert már áldogálnak másfél hónapja a farkasorlító hidegben, nem nagyon tudnak semmilyen mozgást végezni, táplálék az, az nem elegendő, tehát az évenmezés az elég sovánka. Most, hogyha az egyszerű honvédeknek ilyen volt, akkor szerencsétlen munkaszolgálatosoknak mi lehetett a, a sorsa, akik ugye a saját ruhájukban, teljesítették ekkor már a munkaszolgálatot. Azt is tudjuk, hogy volt olyan, hogy egyes vállalkozásokra, így nevezték a különböző őrjáratokat, rajtaütéseket, hogyha nagyon veszélyes volt, és nem igazán akadt jelentkező, akkor, akkor, a muszosokat is megkérdezték. És volt, aki, aki ezekben ö, ö, részt vett, tehát ö, fegyveres harcban is, ez nyilván elvenyésző a a többséghez képest. Tehát a, a, az egészben én, én arra akarom févni a figyelmet, hogy, hogy, hogy a persze lehet azt mondani, hogy a rossz bánásmód az, az ott ö, ö, megnövelte a vesztességeket, gyengítette a muszosok túlélési képességét a donkanyari visszavonulás alkalmával, meg hát nem törődtek velük, meg hát nyilván volt egy pont, ahol, ahol a magyar honvédeket is kizavarták a, a szabad ég alá a hómezőkre, a németek hogyha egy faluba beérkezett két német, meg magyar csapat, akkor mi lehetett a, a muszosokkal de azért ezt is vegyük figyelembe hogy, hogy, hogy az összveszteség 40% az, az a donkanyarban Uh, történt meg Hát ugye azt is fontos ezt hozzátenni, ugye, hogy ezek nem mind ugye bizonyítottan elesettek, hát egy jelentős részük egyszerűen eltűntként van számon tartva. azt tudjuk, hogy néhány ezer fő jött hivatalosan haza, ugye ebben a, ebben a, hiszem, Debrecenben volt ez a tábor, ahol ugye átvették a hadifoglyokat, azt hiszem, mm. hogy kb. 3600 fő jelölte be, hogy ő volt munkaszolgálatos, és az összes többi, aki ugye nem jön haza, ugye a, 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 a hadtörténeti szakirodalom a felüket, ugye elesetként felüket, pedig hadifogságban meghalt egyenként tartja számon, tehát potenciálisan akár több mint tízezer fő is meghalhatott. A, a, szovjet fogolytáborokban, vagy a gulágon. És hát erről is vannak egyébként túlélői visszaemlékezések, hogy, hogy hát ezek a táborok, hát ezek brutális körülmények voltak. A, 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 voltak olyan esetek, ugye, hogy a holtesteket ették konkrétan, mert hogy annyira nem volt ennivaló az, az orosz télben. Tehát ö, ö, még az sem feltétlenül ugye, annak sem értek véget a szenvedései, aki a szovjet fogságba esett. Volt néhány nyilván ilyen kiemelt figura, ö, ö, kommunista párttagok, illegális funkcionális, funkcionálisok, akik nagyon jó ellátásban részesültek, tehát az átlagos munkaszolgálatos hadifogójal pontosan ugyanúgy bántak, mint a e, e, elkapott önmagát megadó magyar honvéddel vagy tisztel. Ebben a könyvben, amely júniusban fog megjelenni, sikerült ö, olyan új adatokat, tényeket, összefüggéseket felderíteni, mi, amivel korábban még nem foglalkozott, vagy nem állapított meg senki. Én ebben reménykedem, hogy ez, 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 bizonyosan így van. Hát, Akkor úgy kérdezem, hogy mire vagy a legbüszkébb? De, a legb... én mindig elmondom, hogy a legbüszkébb a két gyerekemre vagyok, tehát hogy a történészi munkásság az, az csak a sokadlagos. Azt gondolom, hogy az, mindenképpen azt mondanám, hogy reményeim szerint ugye új kutatási eredménynek számít. Hogy mélyebben sikerült megvizsgálni például a Dorosicsi kórház kapcsán a, a de ez vonatkozom. az a ez ahol az a kon... ja, Hát igen, tehát ugye ezt a kérdés és hogy voltak éppen mire is jutnak a népírósági perek, eljárások, talán különösebben nagy spoilert nem árulok el, ha azt mondom, hogy hát egyszerűen annyira ellentmondásosak a vonatkozó népírósági perek, hogy, hogy effektíve használhatatlannak kell ítelni őket, tehát hogy nem tudunk sokkal többet, de hát legalább a vonatkozó pereket végre sikerült feltárni és megvizsgálni, hiszen eddig az volt ugye az, a szakirodalom álláspontja, hogy mindössze egy büntetőper zajlott Dorosics kapcsán, nem ez nem igaz, hát ennél sokkal több. Nem csak per volt, hanem ugye nyomozás is, mert egy Ügyészségi nyomozás nem feltétlenül vezetett mindig vádemeléshez, de, de hogy ezeket azt hiszem, hogy talán a teljesség igényével sikerült összegyűjteni. Különösen fontosnak tartom, hogy itt a 401-es büntető század, ugye a roti, Rotis és szívós százada végre azt gondolom, hogy megfelelő igényességgel fel lett dolgozva, vagy itt van például a szexárdi munkaszolgálatos századok, ahová a coach György százada is tartozott, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és itt olyan új tömeggyilkosságokra is sikerült fényt tárni, amelyeket korábban nem vagy ilyen mélységében nem ismert a szakirodalom, ezek kétség kívül nagyon sötét fejezetei a Magyar Honvédség és a Holokauszt történetének, de hát erről is beszélni kell, hát nem lehet, nem lehet eltagadni, hogy természetesen ilyenek is történtek. Illetve azt gondolom, hogy egy, egy, egy fontos új eleme még az, hogy a munkaszolgálatosokkal szembeni atrocitások és a, 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 a Jáni Gusztáv nébírósági perének bizonyos összefüggéseiben is sikerült új dokumentumokat találni. Szerintem voltak olyan úgynevezett tizedelések, amelyek amelyek, esetében a parancs kiadásával eddig a szakirodalom ugye Jánit vádolta, vagy hát, vagy hát, úgy gondolták, hogy ki lehet következtetni, hogy valószínűleg ő adta az utasítást, és akkor ugye három tizedelés volt, egy századot egyszer, és egy másik századot kétszer is megtizedeltek. Ugye fontos hozzátenni, hogy a korabeli szolgálati szabályzat szerint ugye nem létezett tizedelés, tehát ez egy teljesen törvénytelen utasítás volt, hogy ártatlan embereket végeztek ki a szökések miatt. Ez egy szörnyű porzasztó történet, hogy pont azokat végezték ki, akik egyébként ott maradtak, és tovább akarták teljesíteni a szolgálatukat, noha nyilván lett volna a lehetőségük nekik is szökni, és az egyik esetben sikerült megtalálni ugye a, a hiteles másolatát a, a, ennek a tizedelési utasításnak, és hát talán mondani sem kell, hogy hát nem Ilyen magas szinten ment ki egy ilyen törvénysértő utasítás, nem hát, járul. Nagyon nehéz. A, nehezen képzelt hogy ezt leírta volna. Bár a, volt, aminek volt. megtalált, sikerült megtalálni ugye az, az utasítást, és ez sokkal alacsonyabb szinten mm. ment ki más tisztektől. Nagyon érdekes, egyébként a laci könyvében pont ez a Jáné Gusztávhoz kapcsolódó rész, és itt Babos József hadbíró szerepe, aki aki egyszerűen megpróbált eljárni a kegyetlenkedő kerett tagokkal és, és vezetőkkel szemben. És, és azért nekem az egy nagyon tanulságos rész volt, hogy oh, tehát ezt is Jánik Gusztávra próbálták kenni, mm -hmm. hogy ő, ő nem engedte, meg, meg tiltakozott az egészen, és akkor kiderül, hogy abszolút nem erről volt szó. Babos József volt az, a, aki egyébként a hideg napok elkövetőinek esetében is eljárásokat kezdeményezett, illetve folytatott, mert tehát a fő elkövetőket illetően. Én, 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 azt, azt azért ritkaságnak tartom, hogy a tengeri hatalmak körében, de egyébként a többi hadviselő körében is, hogy, hogy így valaki még hősiesen úgymond a jogállamot, a törvényességet próbálja védeni, miközben a másik oldalon meg ott vannak azok, akik, akik, meg akna szedésre puszta kézzel, vagy, vagy ráhajtják az akna mezőre a munkaszolgálatost. Piszkos munka, munkaszolgálat és a keretlegények története júniusban jelenik meg Veszprémi László Bernát könyve. Köszönöm, hogy itt voltál. Máté Áronnak Nemzeti Emlékezett Bizottság elnök helyettesének is köszönöm. Ez volt a farkasverem a hírefem órája. Köszönöm a figyelmüket viszont hallásra.